A hétvégén a Salgótarján otthonába látogatott az FC Hatvan. A bajnokságban nehéz lesz a hajrá hatvaniaknak, ezért mindenképpen szükségük volt a három pontra. Sárgában az FC Hatvan, fekete-fehérben a hazaiak. Taliga indítaná a félpályáról Kelement, a labda azonban Roma Gábor kezei között köt ki. Illés Bence jól veszi át a játékszert a szélen, középre adja Ficsorhoz, Roma véd. Szabó ellen ítélt a játékvezető büntetőt, sárközit buktatta a salgótarjáni játékos. Kelemen Patrik félmagas lövésébe Roma Gábor kapus még beleért, de a labda a kapu jobb oldalában landolt. A hazaiak kényszerítőznek, Gyulai jól jön ki a kapujából, és megszerzi a labdát Bakos elől. Aztán Bakostól indul az akció, de Gyulai megint szemfüles volt. Ács, Ficsor, aztán Illés összjáték, végül Ács kapja vissza a 16-oson belül a labdát, és a rövid alsóba pörget. Védelmi hiba után Alapi csapott le a labdára, és 13 méterről a kapus mellett a kapu közepébe lőtt, szépít a Salgótarján. Egy gyors 60-i támadás után a balról érkező lapos labdát ismét Ács lövi 2 méterről a kapuba. Egy precíz összjáték után Kelemen került kihagyhatatlan zicserbe a kapuval szemben, és Roma mellett a háló közepébe lőtt. Liszka jobbról érkező mintaszerű beadását Bakos 7 méterről fejelte a kapu bal oldalába, ez a második hazai gól. Ismét 100%-os zicser adódik Kelemen előtt, lövése Roma kezéről csorgott a kapuba. Sárközi Szabolcs 25 méteres lövése laposan süvített a kapu jobb sarkába, ez már a 6. hatvani gól. Csornitól kapott ajándékba labdát Cibolya Gábor, majd 9 méterről jobb alsóba lőtt. A fiatal hatvani játékos is beköszönt a salgótarjániaknak és beállította a végeredményt. A következő meccsüket a Kisvárdával játsszák a hatvaniak.